A nyáron is folytatódott a vendégmunkások beáramlása Magyarországra, és ez az ősszel is várhatóan így lesz, már csak azért is, mert az elmúlt napokban egy Facebookra feltöltött videóban Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy Debrecennek fel kell készülnie a következő években arra, hogy 60 ezer új lakossal fog bővülni. Most figyelembe véve az eddigi tendenciákat, hogy a kínai akkumulátorgyár építéséhez honnan érkeztek már eddig is vendégmunkások, sajnos azt kell mondani, hogy ennek a 60 ezernek jó része, vagy lehet úgy mondani, hogy nagy része vendégmunkás lesz, tehát azt lehet kijelenteni, az volt Lázár János burkolt üzenete, hogy Debrecennek fel kell készülnie a következő években arra, hogy több tízezer vendégmunkás érkezik. A Fidesz gazdaságpolitikáját nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy több milliárdos, sokszor vissza nem térítendő, vagy nagyrészt vissza nem térítendő állami támogatásból egy multi beruház, magyar termőföldre építi a gyárát, a gyárának a felépítését nem magyarokkal végezteti, és a gyárban sem magyarok fognak dolgozni, ráadásul a környékbeliek és végül az egész ország átlagos bérszínvonalát lejjebb fogja nyomni, amivel azoknak a magyar dolgozóknak is árt, akik nem is abban a gyárban dolgoznak, és ezt megfejelve pedig természetesen a hasznot, a profitot kiviszik az országból. Hogy ebben mi a magyar nemzetgazdasági érdek, azt nem tudjuk, szerintünk semmi. De nem csak Debrecen érintett ebben, az elmúlt hónapokban arról is lehetett hallani, hogy a szegedi Eötvös József általános iskolában és gimnáziumban már kínai tannyelvű osztályok indulnak. Ez annak tükrében vet fel baljós kérdéseket, hogy nem is titkolják, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy Szegedre érkezik a BYD, amely egy kínai autógyár. Ezek mind-mind egy mozaikok, amelyek végül kirajzolják az összképet, amely abba az irányba mutat, hogy a magyar dolgozókat lecseréljék, és hosszabb távon pedig ki kell mondani, hogy egy lakosságcserét valósít meg. Ez rendkívül rövidlátó politika, akkor is, hogyha esetleg egyes neroligarcháknak vagy üzleti köröknek ebben van pénz vagy jó üzlet, mert hosszabb távon ez egy nemzeti katasztrófába torkollik. Mert azt is jelentsük ki, hogy a kormány által szigorúnak mondott vendégmunkás törvényt már most nagyon sokszor kijátszották. Tudunk olyan esetekről, hogy feketén dolgoznak itt a vendégmunkások, de olyan esetekről is, hogy diákvízummal dolgoznak itt vendégmunkások, és bárhol Európa szerte egy ilyen folyamat elindult, mindig az lett a vége, hogy nem mentek haza a vendégmunkások, és most sem fognak, hogyha most nem lépünk. És az egész véleményem szerint különösen annak tükrében is felháborító, vagy arcátlan, vagy legalábbis hiteltelen, hogy emlékeim szerint tavasszal az EP kampány hajrájában maga Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról, hogy kevés Európában a fehér keresztény. Csak hogy ezzel a politikával éppen abba az irányba lökik az országot, amelyet sokszor szoktak kritizálni. A Mi Hazánk mozgalom viszont ellenzi a migráció valamennyi formáját, és akkor mondjuk ki, hogy mi nem szeretnénk, hogyha a fehér keresztények eltűnnének Európából, úgy azt sem szeretnénk, hogyha Magyarországról eltűnnének, ezért a Mi Hazánk mozgalom a fehér keresztény, magyar, értékteremtő, értékmegőrző, értékközvetítő munkát végző dolgozók pártján áll mindig. Ez politikai alapvetésünk, függetlenül attól, hogy ezért az alapvetésünkért mivel támadnak minket ez egyáltalán nem érdekel.